Az egyik bonyhádi benzinkútra tört be a nagymányoki férfi. Erősen ittas volt, mielőtt befeszítette volna a fotocellás ajtót, még aludt is az épület előtt. Végül felébredt, és erőszakkal ugyan bejutott az eladó térbe, onnan viszont semmit nem vitt el. Valószínűleg megrémült, amikor felfogta tette súlyát, ezért elmenekült a helyszínről. Egy súlyos hibát viszont elkövetett, így bukott le. A kollégáim azonnal a helyszínre mentek, és a helyszíni szemle során a shopban találtak egy személyigazolványt. Az adatok, valamint a bizonyítékok értékelését követően előállították, majd gyanúsítottként hallgatták ki az okmány tulajdonosát, egy 24 éves nagymányoki férfit. A szerencsétlenül járt okmányát a helyszínen elhagyó betörő végül beismerte a bűncselekmény elkövetését. Arra viszont nem tudott különösebb magyarázatot adni, miért tört be az épületbe, csak azt mondta, részeg volt. A kollégáim az eset körülményeinek vizsgálatát befejezték, és a napokban a bonyhádi járási ügyészség részére megküldték az adatokat. A betörést elkövető férfi akár több év börtönt is kaphat tettéért.